Shalom mindenkinek, ami a Cárpáti vagyok, Júda törzsének hegyeinél, tulajdonképpen a Júda törzse és Benjamin törzse közötti határól. Itt vagyunk a Rosh Hashana miatt, itt maradunk pár éjszakára. Van néhány hírem, várom, hogy csatlakozzatok. Elmagyarázom, hogy mi folyik itt, mert ez nagyon érdekes lesz. Oké? Ezek határozottan rendkívüli hírek, és beszélni fogunk a tegnap esti ballisztikus rakétatámadásról Izrael ellen. És megkérdezzük magunktól, hogy mi történt pontosan, és szeretnélek tájékoztatni, hogy mi fog történni a következő néhány órában. Tehát tudassátok velem, ha ott vagytok. Tehát, Shalom, Amir Cárpáti vagyok, élőben, Júda hegyei mögöttem. Kis szünetet tartunk Galileában, szünetet tartunk a rakéták miatt, csak pár éjszakára a Rosh Hashana miatt. Az ünnep kb. 3 órán belül elkezdődik, és itt ez a Yom Tua, és egy videót fogok közé tenni, amit kifejezetten erre az ünnepre készítettem. De három dologról akartam beszámolni. Az egyik, tehát három dolog. Az egyik természetesen a tegnapi iráni rakétatámadás, de van még két másik dolog is, amiről tudnotok kell. Először is, tegnap, mielőtt az irániak támadást indítottak volna, az IDF szóvivője felvette, hogy Izrael az elmúlt 11 hónap során számos rajtaütést hajtott végre Dél-Libanonban, amelyek során hihetetlenül ördögi infrastruktúrát találtuk, amit a Hezbollah készített elő az ő október 7-i támadására. Emlékeztek, elmondtam, hogy az egész október 7-i támadás nem a Hamas ötlete volt, hanem a Hezbollahé. Hezbollah létrehozott egy szárazföldi erőt, amit Radwan Force-nak hívnak, és az erő egyetlen feladata, hogy betörjön Galileába, elfoglalja, elpusztítsa, megölje, lefejezze, megerőszakolja, megégesse és elrabolja. Ez a feladatuk. Több ezer Radwan erő, tehát katona vagy terrorista, akárhogy is hívják őket, a legújabb fegyverekkel, úgy értem, a Hizbollahnak annyi pénze van, hogy megengedhetik maguknak, hogy megvegyék a legújabbakat, és nyilvánvalóan az izraeli határ mentén mindent előkészítettek arra a napra, amikor elindíthatják a csapást. De Yehovan Sinwar ellopta a villámot, és Izrael már nem volt meglepve. Tehát, egy perc, hagyd tiltsam le ezt a fickót. Tehát, lelepleztünk alagutakat, rakétákat, robbanóanyagokat, vál rakétákat. Lelepleztünk mindent a házakban, gyerekek szobái alatt. Úgy értem, bementünk egy nagy villába, egy gyerekszobába, és az ágy alatt találtunk egy aknát az alagúthoz. Beteg emberek, pszichopaták. Találtunk térképeket mindenről, amit terveztek. Térképeket, ahol zsidó városokat, katonai területeket és infrastruktúrát jelöltek meg. Izraelnek sikerült meghiúsítania
egy sokkal halálosabb támadást, mint október 7-en. Mindent megfordítottunk, és ahelyett, hogy ők léptek volna be Izraelbe, mi mentünk Libanonba. Ez egy nagy csoda. Nem is tudom, hogy van-e mód arra, hogy elmondjam, mit találtunk, és mi volt, amit meghiúsítottunk. Isten csodák ezreit hajtja végre. Elmondom nektek, hogy az összes angyal, Mihály arkangyal alatt, akit Isten arra rendelt ki, hogy átvegye az irányítást, hogy vigyázzon Izraelre, mindannyian túlóráznak. Na, most térjünk át a ballisztikus rakétatámadásra. 190 óriási ballisztikus rakétát lőttek ki Iránból, egyszerre több bázisról, Isfahán, Shiraz, máshonnan, és több közülük egyébként, amit kilőttek, puty, lezuhant, és megölt iráni forradalmi gárdistát, terroristákra. Tehát öt iráni meghalt, és az egyetlen ember, aki a mi oldalunkon meghalt, egy palesztin Gázából, aki Jerikó utcán is sétált, ahelyett, hogy bezárkozott volna egy biztonságos helyre. Tehát a Föld bolygó történetének legnagyobb balisztikus rakétatámadása, és az egyetlen balisztikus rakétatámadás, amit megtettek a Föld bolygó történetében, megtörtént. Volt néhány esés, mindegyikük helyenként csak épületeket és infrastruktúrát rongált meg, de senki sem sérült meg, vagy halt meg. Hihetetlen csoda, nem is tudom megmagyarázni. Kint álltam az erkélyemen, láttátok a Facebookon élőben, és több száz rakéta volt a légkörben. Láttátok a posztjaimat a Facebookon, a Telegramon, őrület volt. A másik dolog, amit tudnotok kell, hogy Izraelnek három védelmi rendszere van. Van a Vasdom, a rövid hatótávolságú rakétához, David Sling, a közepes hatótávolsághoz, és a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétához is van egy. Mindhárom rendszert egyszerre használjuk, és mindhárom rendszer különböző magasságban, különböző helyeken lövik ki a rakétákat. Most az USA segített nekünk körülbelül, azt hiszem, 15 rakétával. Jordánia, Franciaország és talán Szaúd-Arábia is, de a rakéták 80%-át egyedül Izrael fogta el. Az egyetlen ország a Föld bolygón, amely valaha is, bocsánat, bocsánat. Tehát, tegnap a csodák, nincsenek szavaink. Nincsenek szavaink. Az imáitok olyan módon működnek, amit el sem tudtok képzelni. Nézd, mindenki elismeri, hogy itt, Izraelben, még a legagnosztikusabb, vagy legvilágiasabb ember sem tudja elkerülni azt a tényt, hogy 190 ballisztikus rakétából, amit az országra lőttek ki, senki sem halt meg. Ez egy csoda. Vannak bizonyságaink, hogy rakéták körülöttük hullottak le, stratégiai helyek mellé is estek, és nem találták el. Úgy értem, az ima működik. Izrael istene él, és cselekszik Izraelben.
És nem csak az, hogy nem fog eltűnni, de Izrael most élvezi azt az időt, amit mindenki bibliainak nevez. Senki sem emlékszik ennyi csodára ilyen rövid idő alatt. Csodák, amikor meghiúsítottunk dolgokat, csodák, amikor meghiúsítunk támadásokat, amik nem történtek meg, vagy amikor rakétákat kapunk, amiknek az volt a célja, hogy elpusztítsanak minket. Igen, tegnap volt egy terrortámadás, két palesztin fiatal palesztin, 19-22 éves, elloptak egy fegyvert, és megöltek két izraelit. Úgy értem, két palesztin több kárt okozott, mint 190 balisztikus rakéta. Úgy értem, az ellenségünk a sarkunkban van, akiket el kell intéznünk, és ezt tesszük. De tudod, óránként 50 riasztás érkezik valamilyen terrortámadásról. És 95%-ukat sikerül meghiúsítanunk. Ezt nem tudtuk. Az izraeli hadsereg elkezdett Déli-Babilonban manőverezni, miközben mi leromboltuk a Hezbollah erődjét Beirutban, épületről épületre, minden nap evakuálási parancsot kapnak, majd 20 vagy 30 perc múlva leromboljuk őket. Nem épületeket rombolunk le, hanem fegyvereket, amik az épület alatt vannak. Az épület csak fedezi a rossz dolgokat, amiket ott tárolnak. Csak hogy értsétek. Szeretném, ha megértenétek, hogy 7 fronton harcolunk most. Soha Izrael történetében soha nem támadtak minket ennyi helyről. Gázából, Cisziordániából, Szíriából, Irakból, Libanonból, Iránból, Jemenből. És mindegyikük érzi Izrael erős kezét, és nem értik, hogyan csináljuk. Lássuk be, Izrael története nem az emberek története, nem az emberi erőfeszítések története, nem az emberi sikerek története, hanem Isten hűségének története. És megpróbálhatjátok cionista propagandának nevezni, amennyire csak akarjátok, de igen, ő az, aki Siont választotta lakhelyéül, ő az, aki visszahozott minket erre a földre, a holokauszt hamvaiból. Ő az, aki értünk harcol, ő az, aki miatt regionális szuperhatalommá váltunk. És én mondom nektek, most jön a legfontosabb rész. Készen álltok? Néhány óra múlva Izrael egy példátlan csapást készül indítani. Irán olaj és gáz infrastruktúrája ellen, valamint a forradalmi gárda katonai bázisai ellen. Sokan vannak, akik kérdezik, hogy lehet, hogy Izrael nem használja ki ezt az időt az iráni nukleáris telephelyek megtámadására. Ne aggódjatok, el fog jönni. De nem csak a harctéren kell manővereznünk, hanem a diplomácia területén is. Várnunk kell, amíg elég együttműködésünk lesz a szövetségeseinkkel, hogy megtámadjuk a nukleáris létesítményeket. Ehhez meg kell várnunk az amerikai választásokat. Így úgy gondolom, hogy a nukleáris létesítményeket nem fogják ma este megtámadni, de Iránt gazdaságilag megbénítjuk. Így ez érdekes nyaralás lesz, de mi elszántak vagyunk, mint még soha. Erősek vagyunk, rugalmasak, türelmesek, kitartóak. És ez nem azért van, mert erősek vagyunk, és nem azért van, mert jók vagyunk. Ez azért van, mert Izrael Istenet cselekszik, és senki
itt nem tagadhatja meg, ezt nem tagadhatjuk. Még a legvilágiasabb ember sem tagadja meg. Még ha nagyszerű hívő vagy, hiszel a tudománynak, és ennek tulajdonítod az izraeli sikert a rakéták meghiúsítására, izraeli brilliáns elmék, néhány tudós, aki kifejlesztette, még mindig senki nem tudja megmagyarázni, hogyan lehet, hogy rakéták esnek az emberek köré, és nem találják el az embereket. Rakéták vannak mindenhol, de nem találják el őket. Nem a meghiúsított vagy elfogott rakétákról beszélnek, hanem olyanokról, amik lezuhantak. Tehát ismétlem, a nagyságrend, amit Dél-Libanonban felvetünk, amit terveztek, fenomenális. És a tegnap esti csapás nagyságrendje is fenomenális. És mégis mindkét esetben Izraelnek sikerült megakadályozni, ja, az ellenséget abban, amit tenni akart. A miniszterelnök jelenleg a Tel Avivi irodájában a hadsereg vezetőjével, a Mossad és a FBI és a védelmi miniszterünk is épp most dolgoznak, miközben beszélgetünk. A kabinet már tegnap este felhatalmazta őket, hogy kidolgozzanak egy célpont csomagot, amit átadnak a hadseregünknek, hogy Iránban hajtsák végre. Elmondok valamit, Irán nagyon meg fog lepődni. Tegnap nagy hibát követtek el, és tudjátok, mi vezetett oda, hogy kilőtték azokat a rakétákat? Az iszlámi büszkeségük. Az iszlámi büszkeségük. Annyira fájt nekik, hogy sikerült megölnünk Haniye Interát. Annyira fájt nekik, hogy sikerült megbénítanunk az első számú befektetésüket, aki a Hizbollah, ahova dollármilliárdokat fektettek bele. Annyira dühösek, frusztráltak, tele gyűlölettel, hogy már nem is gondolnak a saját jövőjükre. Csapdába estek. Engedtek az egójuknak, a büszkeségüknek, és azt akarták, hogy ne legyenek nevetségesek többé, és hagyták, hogy ez diktálja a lépéseiket, és eljött a fizetség ideje. És nem vagyok benne biztos, hogy az iráni rezsimnek tetszeni fog. És abban sem vagyok biztos, hogy a világ többi részének tetszeni fog. Biztos vagyok benne, hogy hatással lesz az olaj árára. De ez végre arra késztetheti a világot, hogy összefogjon és csapást mérjen erre a rezsimre. Bibliailag? Most jön az a rész, ahol szeretném, ha tudnád. Bárcsak fantázia világba lehetnék, és azt mondhatnám, hogy az ajatollahokat eltávolították, bocsánat, és Izrael szerető rezsimmel váltotta fel őket Iránban. De a Biblián mást mond. A Bibliám azt mondja, hogy Irán, Perzsia, csatlakozik egy újabb támadáshoz Izrael ellen, de ezúttal nem mint a fő támadó, hanem mint az, amelyik csatlakozik más országok koalíciójához. Mi azt jelenti, hogy az akarat Izrael elpusztítására még mindig ott van. És ha még mindig ott van, akkor az azt jelenti, hogy még nem távolítottuk el az ajatollahot. Még nincs Izraelt szerető rezsim. Tehát hamarosan el fogunk menni hozzájuk. De nem hiszem, hogy meg fogjuk őket buktatni. Nyalogatni fogják a sebeiket. Látni fogják, hogy mi győztesek vagyunk. Látni fogják, hogy mi vagyunk fölényben. Látni fogják, hogy béke, biztonság és jólét van. És amikor Izrael biztonságban lesz, határok nélkül, kerítés nélkül, akkor fog elkezdődni az Ezékiel háború. És ahogy mondtam, Irán
meg fog fizetni azért, amit tegnap tett. Akkor azt mondom, hogy Irán az iszlám köztársaság, nem pedig az iráni nép, de az biztos, hogy az ünnepek alatt megnövekedett a feszültség. Nagyon érdekes, hogy egy zsidó ünnep alatt kezdtek el minket támadni. Emlékezzünk október 7-re, ami a szukott utolsó napja volt, a legboldogabb nap, és ez lett a legszörnyűbb közül. És lássuk, mi fog történni ma este. Egy új zsidó év kezdődik a zsidó naptárban. És mindenki imája az, hogy az elmúlt év és az átkok véget érjenek, és az új év és az áldások elkezdődjenek. Tehát annyit mondok, hogy minden megváltozott, és megfordult 15 nappal ezelőtt. Isten mozgásban van. Ez nem egy könnyű útvonal. Elég érdekes ütésváltás lesz köztünk, és a Hizbollah, köztünk és a Hamas, köztünk és az Irán között, de végre az a két démon körülöttünk megnyomorodott, megbénult, és végre szembesültünk a kígyó fejével. A polip fejével, Iránnal, magával. Szóval még egyszer, azok számára, akik csak most csatlakoztak hozzánk, tegnapi nap volt a legnagyobb balisztikus rakétatámadás a földbolygó történetében, az első a földbolygó történetében, ami szinte teljesen elfogadott volt bármelyik ország számára, de a tegnapi nap egy új szintjét jelentette a csodáknak, amik itt történtek. Nézzétek, biztos vagyok benne, hogy most mindenhol angyalok vannak. Úgy értem, a csodák száma, amik történtek, nem hagy más lehetőséget, mint hogy tudjuk, hogy ott fent rengeteg munka folyik. Hogy meghiúsítsák, hogy összezavarják. És azt is hiszem, hogy az Izrael elleni támadás egy csapda volt. Mert most már megvan az ok, a legitimitás és a meggyőződés, hogy végre lecsapjunk Iránra. Tehát ez meg fog történni, ahogy mondtam, izraeli katonai és biztonsági szervei most találkoznak, hogy Irán gazdasági infrastruktúráját, főleg a gáz- és olajipart szétverjék. IRGC-ben az irániak forradalmi gárdáját is szét fogják verni. Ez érdekes. Maradjatok velünk, majd tájékoztatlak titeket. De a legtöbb folyamatos jelentésemet a Telegramon adom, szóval ha nem vagytok ott, akkor itt az ideje, hogy ott legyetek. Boldog Rosh Hashanát minden zsidó embernek. Ez egy Yom Tov'a, a trombitálás napja, és eljön a nap, amikor a trombitálás napja jön el, amikor a Messiás visszatér a Földre az egyházával, a gyülekezetével. Szóval, addig is Isten áldjon titeket, Shalom, kövessetek engem!